Következő kísérlet amorf kémnek az előállítása. Ebben a kémcsőben kémpor található, amelyet melegíteni kezdünk. Meggyújtom a borszaszégőt. Majd pedig a kény szépen óvatosan melegíteni kezdtem. A kénnek a olvadás ugye nem túlságosan magas, nem sokkal 100 Celsius fölött már megolvad. Közben majd figyeljük meg, hogy megolvadás után milyen lesz a színe, illetve a folyadék a viszkozítása. Az alja már kezd olvadozni. Megfigyelhető világossága kémolvadék következik. Picit összeesik a megolvadás közben. És most olvad meg. Megfigyelhető, hogy eléggé híg, kis viszkozitású folyadék keletkezett. A melegítést tovább folytatom, és figyeljük meg a színváltozást, az, hogy melegítés hatására fokozatosan a kémolvadék sötétedni kezd. Egészen sötét színűvé válik. Majd a viszkozitása is megnő. Egészen sűrűvé válik, olyannyira, hogy a kémcsőből nem is lehet kiönteni. Tovább folytatom a melegítést, egészen forrásig fogjuk majd melegíteni. A magyarázat ennek az, hogy megolvadás hatására a 8-atomos kémmolekulák találhatók az olvadékban, ennek következtében viszonylag hígan folyó kis viszkozítása az olvadék. Tovább folytatva a melegítést, a gyűrű alakú kémmolekulák láncai felszakadnak, összegabajodnak, és hosszú láncok jönnek létre, ez okozza a viszkozításnak a megmelegedését. A forráspontig fölhevítve pedig ezek a láncok felszakadnak, és forráspont közelében a kém atomos állapotba kerül. Ez a viszkozítás újbóli lecsökkenését eredményezi. Most láthatóan újra kezd kikapva válni a folyadék. És egészen forrásig melegítjük, majd ezután pedig a forróként bele fogom önteni hideg vízbe. Közben az is megfigyelhető, hogy a kén gőzölög és a kémcső falára ezek a gőzök lecsapódnak, sárga színű. A kezemen érzem, hogy lassan kezd forni. Most for, és a forróként egy hirtelen mozdulattal bele fogom önteni a vízzel telt főzőkohába. A
kénnek a leülése olyan hirtelen gyorsan következik be, hogy nincs idő arra, hogy újra fölvegye a molekuláris szerkezetet, ezért nem kristályos, hanem úgynevezett amorf kén keletkezik. Ez az amorf kén nyúlós gumiszerű anyag, amely természetesen néhány nap múlva visszaváltozik újra kristályos kénni. Ez volt tehát az amorf kénnek az előállítása.